A 40 esztendővel ezelőtt Bonyhádon megalakult német kódus munkásságával utat mutatott a követőknek, és őrzik a hagyományokat, hangzott el az ünnepségen. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében arról szólt, a kódus meghatározóvá lett a város kulturális életében. A város kulturális élete elképzelhetetlen a Német Egyesület, illetve annak kórusa nélkül, és nem csak a városi, hanem a völgységi járásé, kistérségé, illetve Magyarország kultúrája is, hiszen talán nincs is olyan tájegysége Magyarországnak, a Kárpát-medencének, vagy nyugodtan mondhatjuk ettől nyugatra Németországnak, Ausztriának, ahol ez a kórus az elmúlt 40 évben ne járt volna és ne lépett volna fel. A bonyhádi németek számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megőrzésének alapvető feltétele, mondta Szabó Tibor, a polgármester. Ahogy annak idején már Szent István is megmondta, hogy sok nemzetiségű, sokszínű ország lehet egészen erős. Ezt a sokszínűséget biztosítja többek között a németek közössége Bonyhádnak. A jubileum alkalmából a kórus felvette Rónai Józsefné nevét, aki 33 éven át vezette az együttest, és aki sokat tett a német népdalkincs megőrzéséért és továbbadásáért.